Jó reggelt kívánok! Itt vagyok a Csömöri tó partján. Végre. Gyönyörű a reggel, egy kicsit szeles. Ott van a halőrház. Ez a barna, az ott a mellékhelyiség, aki még nem volt. Itt jöttem le kocsival. Itt parkoltam le. És akkor a halőrháztól akkor jobbra ültem le. Ott van a tó eleje. Ide vertem tábort, szokásos kis táboromat. Egy botot készítettem elő, egy kicsi metóddal. Itt van a boszorkány konyha, van itt minden. Mi szemszájnak ingire, üljünk fel a ládára. És akkor itt van a mai halaknak a mai menüje. Ebbe Sonobates 2 mm-es F1-es pellet van. Ebbe Atomix metód pellet 2 mm-es. Hoztam egy fétercsontit, illetve ebbe pedig, hogyha hosszú előkéznék, akkor a Sonobatesnek van az a hosszú előkés kajája. Majd vágok be esetleg egy képet. Az van ott. Hoztam még pelletet, ez 6 millis csúzizni, ha kell. Van nálam kukorica, ilyen nagyobb csali. Ezt a három csalit tettem csak ide, mert ezzel a fehér sárgával szoktam fogni. Ez egy jó csali, illetve itt van ez a hadrádó 5 millis. Ebből a sárgával fog kezdeni. Egyőre egy aromát tettem ide, ez a Mainline-nak ez a Smart Liquid-je, nem tudom, láttatok erre videót, hanem akkor nézzétek meg, ez egy elég jó aroma, nekem nagyon szimpatikus, viszont egy tipp, ez nagyon sűrű, úgyhogy ezt horgászat elején használni akarjátok, akkor mindjárt fordítsátok is így lefelé, és így állítsátok bele a kajába, szépen lassan majd le megy ez a sűrű massza, úgyhogy nincs nagyon-nagyon nagy terv, készítettem ide egy csontikosarat is, hogy le tudjam cserélni azt a metodot, ugye ez a ICS szisztémen belül ezt le lehet cserélni erre. Ezzel az ólommal néztem meg a feneket, igazából ilyen huplis talaj, de olyan, hogy az ólom besüllyedt volna, olyat nem éreztem. Itt fog horgászni magam előtt, támpont lesz, hogy ott van egy ilyen szembe, egy ilyen pont, egy ilyen széles állása, ahol nincsen nád, azt a régiót fogom körülbelül horgászni. Itt leült mellém egy úriember, azt is majd összevetjük. Esetleg ha fogok megkérdezni, hogy felváltam, akkor felveszem, hogyha fogunk el alatt. Úgyhogy ez a mai taktika. Ezt a kis 4G Micro Muscle Fader tettem össze, ez 3 méteres. És akkor itt van rajta már a metódkosár itt. És akkor rátettem, mondom, egyszerűen olyan, most egy ilyen csalit tettem el, egy ilyen sárga-fehéret. Mindjárt töltünk kosarat, és bevonunk. Én ezt az első töltetem. Itt az első töltetem, rakok rá egy kis gút, tájgárnot, aztán majd meglátjuk, hogy kell nekik vagy sem. Meglátjuk. Kiakasztottam a klipszet. Ki is akart, mondjuk ez nem volt a legszebb érkezés, de első dobásra jó lesz, még majd beláll a kezemre. Ezt már magam sem hiszem el. Azt mondja, hogy 1:45, és most jött az első halam. Épp most akartam összerakni a másik féderbotot. Mondom, bedobok még egyet már, mert úszóval nem jutottam semmire. És ezt lecsavarta most valami hal.
Hát ezt már... De tényleg már el sem hiszem. Órák óta itt küzdünk a sporival. Ő se fogott semmit, mellettünk se, én se. Egy kapást nem bírtam kicsikarni. Na igazából két helyre készítettem egy kis alapetetést. Az sem hozott semmilyen sikert, és most volt itt egy srác, és mondta, hogy 30 evét pecázik, szerint a túloldalon vannak a halak. Hogy ami a csövön kifért, ezt a kis féderbotot, ezt a kis Micro Muscle fédert megküldtem. Vajsavas aromát, mert azt is mondta, hogy vajsavas valamit tegyek rá, és itt van, tessék. Hát, ezt nem hiszem el. Ez egy őrület. Jaj. Azt, hogy látok egy halat, már az is egy nagy szó. De még ami nagy szó, aki nem látta a YouTube live-ot, annak mondom, hogy vettem egy éves engedélyt ide, mert ugye én itt lakom közel, és úgy döntöttem, hogy beruházok, és vettem egy éves jegyet. Úgyhogy majd lesz innen egy pár videó. És itt az idei első, ez egy gyönyörű kárász egyébként. Hát srácok, ezt én nem hiszem, hogy végre fogtam egy halat, tehát ez ennyi időnek kellett, hogy elteljen, hogy fogjak egy ilyen gyönyörű kárász, viszont ez azért nem hétköznapi. Hihihi, mekkora, ajjajjaj, atya ég. Hát azért ilyen kárászt már rég láttam. Itt van a szájavas csali. Ez is egy vajsavas csali egyébként, majd mindjárt megmutatom azt is. Csak olyan jól ült a horog, hogy egyszerűen kivenni nem bírom. Ez a QM1-es horog, ez egy gyilkos szerkentyű. Jaj. Itt van a kárászom. Hát ez milyen dundi, atya ég. Hát akkor üdv neked. És már engedem is vissza gyorsan, nehogy valami baj legyen. Hát kösz, hogy jöttél, barátocskám. El se hiszem. Na végre. És megmutatom a csalit, ugye ebbe van ilyen haldorádós vajsavas aroma egyébként. És a csali, az pedig ez a spotted fin, na eszembe jutott, ananász vajsav, 8 millis dumbbell, ez volt rajta. És meg is mutatom egyébként, mert ugye ott van még rajta a csali, csak fogtam közben egy ágat. Itt van rajta a csali. És ez a már reggel bemutatott pelletkeverék volt benne. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy most ezt megint megtöltöm, bedobom, adok nekik a vasavat, átdobom amennyire lehet, kinyitom a másik féderbotomat is, és meg hát ha jön még itt délután valami. Na hello! Hát mindenkit szeretnék egy nagyon rövid videó elbúcsúzni. Megmutatom nektek, hogy már pakolok össze. Már egyszerűen nem azt, hogy feladom, mert nem szoktam feladni, de most már elég volt reggel 7-kor. Már szerintem egy 7-20 körül dobtam be. Mindjárt 4 óra, vagy már 4 óra is van. Egyetlen egy darab kárás sikerült fognom. De megint azt mondom, hogy mindig mondok, itt mellettem a bácsi jobbra nem fogott semmit, elment 1-2 körül. Ott is van egy úriember. Most húzza ki a felszerelést, ő sem fogott halat. Ott szembe láttam, ott több halat is fogtak, legalább 2 vagy 3, inkább 3, amit láttam. Őket nem láttam, de igazából nem is figyeltem, tehát nem azt nézem, ugye. Úgyhogy azt mondom, hogy megint a helyzethez képest, viccesen hangzik, de itt, ezen az oldalon én horgásztam, itt én nyertem egy hallal. Hát ez egy elég kiábrándító adat, de ez van, srácok, ezzel a rövid videóval akartam nektek azért mégiscsak kedveskedni. Szép ez a tó, mondom, vettem éves engedélyt, úgyhogy innen lesz videó most bőven.
nyilván van körbe lehet itt horgászni a tavat, tehát ott hátul van a mélyebb rész, itt ez az első része sekélyebb, ott van egy ilyen sziget, ezt nemrég kikotorták, ott hagyták ott bent ilyen szigetgyaránt, úgyhogy az is érdekes, lehet meghorgászni. És hát mint látjátok, körbe lehet horgászni az egész tavat. Úgyhogy lesz honnan videózni, majd megpróbálok több módszert, hogy ne legyen mindig metód, meg ne legyen minden, úgyhogy most spritzbottal is tervezek majd horgászni, a rakóssal is, mindenképpen majd nyáron, hogyha úgy adódik, illetve sima egyszerű ulmos cuccal is szeretnék horgászni, váglerrel, úgyhogy azért itt azért van lehetőség, majd meglátjuk, azt mondják, hogy van benne hal, akkor nyára jobban lehet fogni, meg mit tudom én, meglátjuk, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, búcsúzom, nézzetek az előző videókat, a korábbiakat, nyomjatok egy lájkot, ezt mindig elfelejtem, amennyiben érdemesnek találjátok bármelyik videómat, azt osszátok meg, légy szíves, és találkozzunk a vízparton. Sziasztok!